A nagybányai Németh László elméleti líceum adott otthont a hétvégén az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetség által szervezett vándorrendezvénynek, a Magyar Nyelv Napjainak. A rendezvény keretében tartották a Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedő országos döntőjét. A diákok alternatív játékos feladatokon keresztül közelíthették meg a nyelvőrzést. Zsigmond Emese, a Napsugár folyóirat főszerkesztője a vendégem, aki ott volt a rendezvényen társszervezőként és nyilván anyanyelvápolóként. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nos, azt tudom, hogy szakmai konferenciát is tartottak, de előtte talán a versenyről ejtsünk néhány szót. Milyen korcsoportot szólítottak meg? Milyen versenyszámok voltak? Hagyományosan ez a ugyanis a legrégebbi verseny, több mint 25 éves erdélyi gyermekek, kisiskolások és középiskolások számára. Hagyományosan három korcsoportban szoktuk meghirdetni. Most az idén csak két korcsoport számára tartottunk versenyt, a negyedik osztályosok és az 5-8 osztályosok számára. Ők viszont szép számban jelentkeztek és játszották végig anyanyelvi játékainkat. És milyen feladatok voltak? Hogy kell ezt elképzelni? Hát egy csapatjáték, ez a legfontosabb. Közös munkát, közös harcot, közös játékot valósítunk meg ezen a versenyen. Nem az egyéni küzdelem, a küzdelmen van a hangsúly. A másik pedig az, hogy ráébresszük a gyerekeket a magyar nyelv mélységeire, örökké felfedezhető újabb és újabb titkaira, mindez természetesen játékok formájában. Nagybányához mindig a helyszínhez is kötjük a versenyeket, de nem úgy, hogy a gyerekeknek kellene készülniük Nagybányából, hanem ők csak a nyelvet tudják minél gazdagabban, minél rugalmasabban és értőbben használni. Az a mi dolgunk, hogy a feladatok kötődjenek a helyszínhez. Ez úgy valósult meg, hogy a negyedikesek festőiskola címen kaptak feladatokat, tehát a nagybányai festőiskolához kötődtek, hiszen a kicsiknek a színek rendkívül fontosak. A nagybányai festők az ecsettel dolgoztak, mi pedig a nyelvvel valósítottunk meg csodálatos árnyalatokat, színeket, játszottunk, hogy hogyan lehet festeni, rajzolni, mindent megjeleníteni a nyelvvel. A nagyobbak számára is Nagybányához kötődött, hiszen Nagybánya Szilveszter János, Misztót Farusi, Kis Miklós városa is, és erről jutott eszükbe a szervezőknek, hogy szó múzeum legyen a témája a nagyobbak versenyének. Ott inkább a régi nyelv és a mai nyelv kapcsolatairól szóltak a játékok. Nos, ha minden igaz, Váradi Izabella vonalban van, ugyanis a nagybányai Németh László elméleti líceum volt a vendéglátója ennek az eseménynek. Jó napot kívánok, igazgatón! Én is jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit szeretettel. Emesét külön köszöntöm. Azzal a nagyon ismert idézettel köszöntötte ott a vendégeket, hogy egyetlen battyunk, boltunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv, és harcra buzdított minket, mindenkit. Miért kell küzdeni? Én úgy gondolom, hogy szorványban különösen érezhető az, hogy a hétköznapokért is meg kell harcolni, és nem érezzük azt a természetességet, ahogyan az anyanyelvet beszélhetnénk, azt a lehetőséget, hogy mindig módunkban álljon az anyanyelvet használni, és ezt igényesen használni. Főképp arról van szó, hogy küzdünk az igényes nyelvhasználatért, azért, hogy az iskolában szép magyar beszédet halljon a gyermek, és azért, hogy azok, akik a gyermekeket tanítják, azok maguk is hitelesen képviselhessék az anyanyelvi oktatásnak az ügyét, helyesen írni tudjanak, helyesen beszélni, igényesen használják az anyanyelvünket. Közben az eseményről képeket láthatunk. Milyen volt a hangulat, a házigazdák, a vendégek, hogyan élték meg? Mi úgy érezzük, hogy ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ide érkezett ez a rendezvény. Különösen azért, mert tavaly óta az iskolának egy része, a óvodai és az egynégy osztályos oktatás, az egy új épületben működik, és hát ez tulajdonképpen egy második épület avatú, így majdnem egy éves használat után. Azt hiszem, hogy nyugodt lélekkel megmutathatjuk azt, amink van, és nem véletlen az, hogy én úgy érzem, hogy ezekben a gyermekekben igazi harcos társak érkeztek közünk, akik segítenek
nekünk az anyanyelvügyét népszerűsíteni. Jó hangulatú versenynek éreztem. Nekünk kollégáknak is fontos volt az, hogy összekovácsolódtunk egy ilyen óriási rendezvény, számunkra óriási rendezvénynek az okán vagy irigén. Hát akkor gratulálunk hozzá, és köszönöm szépen a bejelentkezést. További sikeres munkát. Minden jót kívánok. Nos, szakmai konferenciát is tartottak, miről értekeztek, mi fogalmazódott meg? Három értékes előadást hallottunk ezen a szakmai konferencián, Péntek János Szilveszter Jánosról, mégpedig értekezett, mégpedig azzal az érdekes figyelemfelkeltő címmel, hogy Szilveszter János a magyar nyelv felfedezője. Turzei Melánia, az Enyedi Kollégium aligazgatója pedig nem váratlan módon Misztótfalusi Kis Miklós és Nagy Enyed kapcsolatáról tartott nagyon érdekes előadást a múltról és a jelenről is, hiszen Nagy Enyed nem csak az életbe indította nagyszerű batyúval Misztótfalusi Kis Miklóst, hanem a helyszíne volt az ő meggyalázásának, megaláztatásának is, és Turzai Melánia előadásából kiderült az, hogy a mai nemzedéknek mennyire fáj, hogy a kollégium nem tudta akkor hatékonyan megvédeni, bár tanárai védték és iskolatársai védték Misztótfalusit, de nem tudtak szembe menni a zsinattal. A mostani nemzedék viszont csodálatos előadásban, konferenciák alkalmával és a gyermekek szívében ébren tartásával adja meg utólagosan a kegyeletet, a tiszteletet és a felmentést Misztótfalusi Kis Miklósnak. Ecsedi Árpád tiszteletes úr viszont a Nagybánya környéki Misztótfalusi kultuszról beszélt, nevezetesen a Misztótfalusi Kis Miklós házról, múzeumról, annak az anyagáról, a nagybányai iskola évekről és a későbbi a tragédiába fulladó életútról. Hát gondolom, hogy nem csak előadások vannak ilyenkor, hanem hogyha a szakma így összegyűl, informális beszélgetések alatt azokon belül megfogalmazódnak gondok, problémák. Ugye említette az anyanyelv gazdag és értő használatát. Most a kettőt, ha összehozom, akkor mi az, ami fölmerült? Olyan nehéz rácsodálkozni arra, akár emberről, akár már bármilyen más értékről van szó, akivel naponta találkozunk. Abban meglátni a szépet és a jót. Az anyanyelvvel is valahogy így vagyunk. Nagyon sok mély gondolatot a kopottságig használunk, és akkor nem értjük igazi értelmét. Németh László városában voltunk, Németh Lászlónak azt a gondolatát, hogy a vér hordja a testöröklését, a nyelv a lélekét, nagyon-nagyon sokat idézik. De most már valahogy úgy vagyunk vele, hogy idézzük, de nem gondolunk mélyen bele. Valóban az ember a kevés tudás gőgjével beleavatkozik a vérnek az örökség hordozójába, a génekbe, és látjuk, hogy milyen környezeti katasztrófát okozott azzal, hogy a géneket módosítja. A nyelv génjeit sem szabad módosítani, mert azok lelkünk génjeit hordozzák. És én minden anyanyelvi játékban, a napsugárban is, meg minden alkalommal, minden országos forgatókönyvben arra próbálom rádöbbenteni a gyerekeket, hogy a nyelvünknek a génhordozói a gyökök, a szótövek. És ezek a szótövek olyan csodálatos üzenethálót hordoznak, amivel szinte minden megfejthető, a lélek és a természet dolgai is. Csak egyet mondjak, például a szer szavunk, ugye, ami rendet jelent a magyar nyelvben, és ebből jön minden, ami kapcsolatba hozható, ami rendezi a világunkat, a legmagasabb szinten pedig ugye a szeretet, a rendező elv, a teremtés rendező elve. Vagy pedig az ér, ami elér a szívünktől a legkisebb újbegyünkig, és a forrástól az óceánig. Ezek olyan összefüggések, amelyekre csak akkor döbbenünk rá, hogyha játékokon keresztül, feladatokon keresztül a gyermekeket végig vezetjük ezen az értelmi úton, logikai úton, a szó keletkezésétől, a képzett szavak, az összetett szavak végtelen gazdag bokráig.
ezeket szoktuk mi játszani. Hát ugye ez a napsugárnak egy programatikus vállalása is, keresik és díjazzák azokat a gyerekeket, akik ebben jeleskednek. Hogyha lehetséges, én megmutatom, itt van a 6-os és az 5-ös, lehet? Igen. És talán el is mondhatjuk, hogy mi az, ami lesz benne. Kezdem talán az 5-össel, hiszen ez a májusi. Hát most ugye, ha témánknál maradjunk, ha a szójszám rovatra rá tudnánk keresni, az a nyelvi játékainkat tartalmazza, és azokat a gyereket díjazzuk, akik a legügyesebben oldják meg ezeket a feladatokat. De irodalmi lap lévén természetesen, hogy a művészi szó erejével is próbáljuk ugyanezt a gondolatot eljuttatni a gyerekekhez. Nagyszerű szerzőink a májusi lapszánkban a tavaszról, az anyákról, a júniusi lapszánkban a vakációról. Ezt is megmutatom akkor. Igen, az örömmel várt és örömmel megért csodálatos nyárról szólanak, de mindenikben benne van a nyelv csodája is. Hát, hogyha ez inkább a csodához, a szeretethez és a rendhez kötődik, akkor még egy picit visszakanyarodnék ahhoz a gondolathoz, amit Váradi Izabellával, hát nem beszéltünk végig, hanem felütésszerűen jeleztem, hogy itt valamiféle küzdés van. Hova vezet ez? Érzek benne valamiféle vakvágányt végül is. Tehát azt mondta, hogy van némi természetesség, sőt, pontosan az van, ahogyan a nyelv van, alakul, változik, akár egy város, mondta egy híres nyelvész Wittgenstein. Hol kap szerepet a küzdelem ebben a történetben? Hát arra gondolt az igazgatónő, és természetesen ez minden pedagógusban, minden szülőben igazából benne van, mert küzdelemmel jár, nem csak kisebbségi helyzetben jár küzdelemmel az anyanyelv megőrzése használata, hanem ebben az elektronikus világban is kell némi odafigyelés, némi áldozat, hogy kitegyük egyáltalán az ékezeteket. Azok a gyerekek, akik az SMS-en szocializálódtak az írott betű területén, azok már egyszerűen nem tesznek ékezetet, nem pontot, veszőt nem használnak, mert úgy gyorsabban lehet lövöldözni egymásnak az SMS-eket. Úgyhogy már az is küzdelem a pedagógusnak, erről is beszéltünk Nagybányán a tanítónő kolléganőkkel, hogy milyen nagy dolog az, hogy rászoktassák a gyerekeket, hogy bizony az ékezetnek szerepe van, mert nem mindegy, hogy csikós vagy csíkos, és nem mindegy, hogy udvarol vagy udvarról, ha a küzdelemnél tartunk. De én nem ezt a szót szeretem használni, mert a gyerekek megriadnak, mert a küzdelem az ugye áldozattal és gonddal és nehézséggel jár. Én inkább a játék szót használom. Ajándék a minden felfedezés. Akkor lehet tanulni, ha szeretjük a témánkat. És akkor lehet tanítani, hogyha szeretjük nem csak a témát, a tantárgyunkat, hanem azt, akinek tanítunk. Ez teljesen kölcsönösségi alapon működik. Hogyha örülünk annak, hogy mi most az ér szóról beszélhetünk a gyerekekkel, és felfedeztethetjük, amint az előbb mondtam, ennek az ér szónak az egész genetikáját, az egész útját a születéstől az óceánjáig, akkor a gyerekek is megérzik ezt az örömet. És nem egy ronda utált nyelvtan órán ébredünk fel, hanem egy csupa izgalomja, hogy ne csendegessenek ki, mert még nem találtam meg minden kis hajtását ennek a gyöknek élmény dús órán. Ezekről álmodom én, és ezeket játsszuk a gyerekekkel, a kavon is, a napsugárban is. Hát szerintem ezzel a gondolattal zárunk akkor, főszerkesztő asszony, köszönöm szépen a befáradt és további sikeres munkát kívánok. Köszönjük szépen.